magyarországi szlovákok himnusza nyitotta a 12. regionális szlovák nemzetiségi napot Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Központban november 28-án. Az alkalomból Faludi László, a Nógrád megyei szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke, majd Hollárné Racskó Erzsébet az országos szlovák önkormányzat elnökeként mondta el ünnepi gondolatait. A nemzetiségi nap keretében a megjelentek megemlékeztek Húgyec Andrásnéról, aki Nógrád megyében kiemelkedő munkát végzett a szlovák kultúra és hagyományok ápolása érdekében. Annuska néni emlékére díjat is alapítottak. A nemzetiségünkért, hagyományápolásunkért díjat 2004-ben alapítottuk Annuska néni emlékére, aki szülőfalujában Vanyarcon és Nógrád megyében a szlovák nemzetiségi területen kiemelkedő munkát végzett. Ez a munka példaértékű az utódok számára is. Legyen ez a díj mindenkor olyan személyé, aki az ő nyomdokain halad és munkájával kiérdemli azt. Idén ketten vehették át ezt az elismerést. A Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete, valamint a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján kitüntetésben részesült Kmety Mihályné Klárik Zsuzsanna bérről. Szintén nemzetiségünkért, hagyományápolásunkért díjat vehetett át Homoga József aranydiplomás fotóművész. Az elismerések átadását követően Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke mondta el ünnepi gondolatait, majd szlovák kulturális műsorral zárult a regionális nap.